Üdvözlet, Németh Olivér vagyok, és a mai részben arról beszélünk, hogy tulajdonképpen itthon, Budapesten mennyiből lehet egy szinglinek megélni. Elnézést, hogy ma megint nem kint vagyunk, azonban egy kicsit szaladgálós volt most a hétvége, mindenféle rokonlátogatások, és cica közben le is betegedett, úgyhogy ja, ez most megint egy itthon ülős rész lesz. Ez a téma egy kicsit sok mindentől függ, és nem igazán fog egyezni minden egyes embernél az, amit most elmondok, hiszen mindenki másfajta életet él, különböző kiadásai vannak. Egyfajta átlagot próbáltam mindenféle kiadásban meghatározni, és ezeket összegezni. Először is vizsgáljuk meg azt, hogy milyen fajta kiadások léteznek, melyek egyrésztről kötelezőek, másrésztről pedig opcionálisak, de mindenkinek léteznek ilyenjei. Elsőkörben mondjuk vizsgáljuk meg azt, hogyha valaki egyedül akar lakni, az milyen költségekkel jár. Emlékszem, amikor még fiatalabb voltam, ilyen 17 éves nagyjából, akkor én állandóan mondogattam a szüleimnek, hogy én el akarok költözni, én tök jól megleszek majd egyedül, el tudom magamat tartani, és a többi, majd keresek valami munkát, majd eladó leszek, és akkor azzal fönntartom magam. És sose hittem el nekik, amikor ők mondták azt, hogy de nem fiam, ez nem ilyen egyszerű, nem fogsz tudni megélni. És így most, hogy már szerintem olyan hány éve? 2-3 éve külön lakok, így azért most már kezdem elhinni azt, hogy igen, igazuk volt. Hát, hogyha egyedül akartok lakni, akkor ugye általában lakást fogtok bérelni, mert nem hiszem, hogy olyan kezdő tőkével fogtok nekiindulni a nagyvilágnak, hogy vegyetek egy saját lakást. És hogyha bérelni akarsz lakást, akkor ugye ott a bérleti díjat is fizetned kell a tulajdonosnak, meg magát a rezsit, amit ugye felhasználsz a fűtésnél, a villanynál, stb. Most a bérleti díjnak az összege egy kicsit változékony, olyan minimum 80 ezertől indul, és hát a határa csillagos ég. Ez ugye attól is függ, hogy hol van a lakás, mondjuk, hogy melyik kerületben, és azon a kerületen belül is, hogy hol, valamilyen központi területnél, vagy kint a halál végén. Igen, nem akartam azt mondani, hogy halál f***szám, hogy ne kelljen kicenzúrázni, de ez még így hülyén hangzik. Szóval a bérleti díj az egy ilyen 80, hát és egy olyan 120 ezer között már nagyjából meg szokott állni. De számoljunk átlagban mondjuk egy 100-assal. Ezek után jön a rezsi, ami szintén úgy kötelező kiadás. A rezsi is ugye több mindenből épül fel, ugye fizeted a vizet, a villanyt, a fűtés, közös költség, valahol a közös költség takarja magában a fűtést is, és minden ilyen média eszköz, meg média szolgáltatás, nem igazából tudom, hogy ezt hogy lehet nevezni, de az ilyenekre gondolok, hogy internet, telefon, mi a harmadik? Ja, tévé, igen, az a harmadik. Ez a rezsi témakör is igen változatos tud lenni, hiszen ez sok mindentől függ, és leginkább attól, hogy melyik adott dolgot mennyire használod, hogy mondjuk egy fürdés alkalmával egy órát eltöltesz a zuhany alatt, vagy 10 perc alatt lezuhanyzol, mennyire égeted a villanyt, megy állandóan a tévé, a számítógép, és ilyesmi. Nos, itt átlagról nem igazán tudok nagyon nyilatkozni, éppen emiatt az indok miatt, mert mindenkinél változó. Én megpróbálom a sajátomat felvázolni, hogy én nálam ez hogy működik, és természetesen, hogy ha nálad ez máshogy van, mert mondjuk nálad kevesebb vagy több, akkor így ehhez képest szoroszt hozzá, vagy mi ad hozzá. Nos, a villany az ugye a fűtéssel együtt egy kicsit ilyen évszaktól függ, mert nyilván télen többet égetjük a villanyt, mert sötétebb van, ugyanúgy, hogy többet fűtünk, mert hidegebb van. Én viszonylag sok áramot fogyasztok szerintem, mert azért nálam egy lámpa nagyjából mindig égni szokott, és van két laptopom, van egy számítógépem, abból a számítógép nagyjából mindig szokott menni, és a cica itthon van, akkor ő meg általában szokott tévét is nézni, neki is van egy laptopja, azt is használja. Igyekszek odafigyelni a takarékosságra, és így egy olyan havi 2300 körül szokott lenni a villany. Ezeket a számlákat amúgy két havonta kapjuk, és akkor így ebből ugye csak leosztottam kettővel az egészet, így jön ki ez. De mondjuk azt, hogy akkor villanyra 2300 az, ami hozzáadódik a bérleti díjhoz. Ugye a vízre szükségünk van, alapható elemünk nekünk is, és hát ugye ezt különböző dolgokra is használjuk, vagy mi mosakszunk benne, vagy a ruhánkat mossuk vele, vagy pedig isszuk. Vagy pedig, hogyha annyira sok vizet használunk itt, akkor egy akvaparkot üzemeltetünk titokban. Whee! Én nem használok olyan sok vizet, hát szerintem nálunk
hetente talán egyszer mosunk, üdvözlés szoktunk olyan nagyon sokáig. Szóval így leszámolva úgy, hogy a két hónapról olyan havonta 2500 forint körül van nálunk a víz. Aztán jön erre a közös költség még, és a közös költség ugye olyan téren is eloszló, hogy ugye valakinél, ugye, ahogy mondtam, a fűtés az benne van, valakinél meg nincs. Itt nálunk benne van, és mi itt 15 000-et fizetünk, ha jól tudom, közös költségre. Ez is egy ugye ilyen 8, és ugye ahogy mondom 15, vagy talán még valahol drágább is lehet. De számoljunk egy 10 000-rel itt. De ezután jön az úgynevezett média csoport, ami ugye hát nem egy kötelező dolog, de mindenkinek van, és mindenkinek szüksége van arra, hogy vagy legyen telefonja, vagy internete a lakásban, vagy tévé. De ez is egy ilyen kötelező csoportnak minősül, attól függetlenül, hogy ez opcionális. Most hát ez ugye szolgáltatótól is függ, meg attól is, hogy azon belül milyen csomagot választasz, hogy nagyon nagy internet csomagod van, vagy nagyon sok TV csatornád van, hogy előfizetsz-e extra csatornákra, nem a pornó. Mondjuk azt, hogy mondjuk egy hónapban az ilyesmire el tud menni egy ilyen 8-10 000 forint. Ez is mondom változó, és nagyon nehéz arról beszélni, hogy ezekre a dolgokra mennyi pénz megy el. De számoljuk azt, hogy mondjuk elmegy egy 10-es erre. Tehát most jön az, hogy evés és ivás. Ez olyan téren tud változékony lenni, hogy nem mindegy az, hogy honnan eszel, hogy mennyit eszel. Mert én például nem szoktam itthon főzni, hanem ilyen futárszolgálattal rendelem magamhoz a kaját. De nyilván olcsóbban ki lehet akkor jönni, hogyha te csinálod magadnak az ételt, és több napra főzöl mondjuk. De én ahogy számolgattam, nagyjából havonta egy olyan 50-60 ezer forint megy el arra, hogy együnk és ígyunk valamit. És akkor most érkeztünk el oda, hogy az úgymond kötelező köröket letudtuk, és jöhetnek az extrák. Nos, ilyen dolog például, hogyha mondjuk utazol a városban, akkor ugye nyilván szükséged van buszbérletre. Ez ugye két dologtól is függ, hogy most még éppen diák vagy-e, vagy nem. Ha diák vagy, akkor úgy tudom, az olyan 3500 forint körül van. Nem tudom, mert én már nem bírsülök diáknak, és már egy olyan nem is volt diákbérletem. De jól emlékszem, azért 3500 körül van. Ha meg felnőtt bérleted van, akkor az meg ilyen 10-es. Jó, nem, bocsánat, 10500, de most na, számoljunk egy 10-essel. Szóval most már ott tartunk, hogy van hol laknod, van mit enned, és tudsz közlekedni a városban. De akkor jön az, hogy egy kicsit érezzük is jó magunkat az életben, és szórakozzunk. És ez az a kiadás, ami a leginkább elmondhatatlan, hogy egy embernek mennyi, mert mindenkinek más. Valaki például, mi mondjuk jó magam, nem igazán szokott kimozdulni és bulikba járkálni, azoknak nyilván kevesebb ez, viszont vannak azok, akik meg mondjuk többet szeretnek szórakozó helyre járni, kiugrani, sörözni a haverokkal, moziba járni, étterembe járni. Ez eléggé változékony ebben a témakörben is. Hányszor fogom még ma ebben az epizódban elmondani azt, hogy változékony? De most nagyon nehéz lesz átlagot mondanom, mert lehetetlen. És legyen ez egy olyan 3500 forint. Hát most csak azt foglalta magába, hogy az ilyen szabadidős tevékenységeket ugye tudjuk csinálni, de itt borzasztó sok minden lehet, ugye még mondjuk eljárhatsz konditerembe is, akkor arra is egy csomó pénzt tudsz hagyni. De még nem értünk a sor végére. Például mondjuk vannak olyan, akik mondjuk dohányoznak. Azoknál is, hát amúgy nem vagyok tisztában azzal, hogy egy doboz cigi mennyibe kerül, mert én jó magam nem dohányzok, de én úgy tudom, hogy nagyjából 1200 forint körül lehetnek. Ez is most nyilván különbözik, mert vannak, akik ugye így ilyen minőségibb doboz cigit vesznek, van, akik pedig önmaguk tekerik össze. Nem értek ehhez, szóval most biztos hülyének néztek. Mondjuk azt, hogy 1200 forintot költünk arra, hogy vegyünk egy doboz cigit, ami ugye nyilván attól is függ, hogy mennyi doboz cigit veszel, hogy mennyire vagy rászokva. Mert valaki mondjuk egy nap elszív egy doboz cigit, akkor annak nyilván mondjuk 30-szor 1200 forint megy el arra havonta, hogy dohányozzon. Vagy mondjuk ilyen szenvedély tud lenni a kávézás is. Ez is ugye függ attól, hogy otthon kávézol, mert mondjuk van egy kávégéped, vagy instant kávét iszol, vagy a cégnél automatából iszod a kávét, és a kávézó kávéját kávézod. De most, hogy megnéztük akkor a kiadásoknak a jelentős részét, nézzük meg azt, hogy mi pénz kell ahhoz, hogy ezt tudjuk finanszírozni, és még esetleg tudjunk is félretenni. Szóval, hogyha csak azt nézzük, hogy megélhess otthon, és nem jársz el szórakozni, nem találkozol senkivel, nem költesz semmiféle pénzt, csak azt, hogy eszel otthon, iszol és megélsz. Azt, hogyha ezeket az átlagot összeszámoljuk, akkor jöhet ki egy olyan 175 ezer forint. Még egyszer mondom, ugye most átlagokról beszélünk, ne fejezzetek le, hogyha nektek kevesebb vagy több. Ha még a szórakozást is belevesszük, akkor már rögtön ez egy ilyen 190 ezerre
fel tud ugrani, és akkor, hogyha még az ilyen előbbi extrákat, az autót leszámítva még belevesszük, akkor ez már rögtön 200 ezertől indul. Szóval, hogyha egy normális életet akarsz élni, ahol egy kicsit odafigyelsz azért magadra, hogy hogyan élsz és milyen költségeid vannak, de azért mindent tudsz csinálni, amit akarsz, akkor egy leges-leges minimum 200 ezer forintot keresned kell. És mondom, ilyenkor nagyon odafigyelsz mindenre. Szóval én azt mondom, hogy egy nettó 250 ezer forintos keresettel már egy kicsit meg tud oldódni ez a probléma. És így ezt hogy tudjátok ti magatoknak kiszámolni? Borzasztó egyszerű, én is ugyanezt csináltam konkrétan az első évemben, amikor külön laktam. És ha van számítógépetek, akkor nyisstok meg benne egy Excel-t, hogyha meg nincsen, akkor mondjuk egy füzetet csináltok erre, és szépen minden egyes kiadást följegyeztek benne, amit a hónapban elköltötök. És mindent föl kell írni, ténylegesen mindent, hogyha bemész az üzletbe és veszel 200 forintért egy rágót, akkor írd be a füzetedbe, vagy az Excel-edbe, hogy rágó 200 forint. Vezettek egy jó pár hónapig, de az a legjobb, hogyha egy éven át csináljátok, mert akkor arra is lesz egy rálátástok, hogy egy évben mennyi az összkiadás. És tudom, ez egy borzasztó macera, mert a francnak van kedve leülni mindig és fölírogatni minden egyes kis vackot, és néha még én is elfelejtettem, bevallom őszintén, de borzasztó sokat segít abban, hogy legyen egy kialakult kép arról, hogy mennyi pénzbe is kerül az, hogy ti egyedül éltek. Szóval a legjobb módja annak, hogy tudj spórolni, az szerintem az, hogyha először föltérképezed azt, hogy mekkorák a kiadásaid. És ha látod egy jó pár hónap után, hogy ebből ennyit költöttél, ebből amennyit költött, akkor tudsz már olyan döntést hozni, hogy hú, ebből lehetne csökkenteni, mert hogyha mondjuk esetleg még normálisan tétel szerint is beírod, hogy mi az, amit vettél, hogy mondjuk rágó, akkor tudod azt mondani, hogy fú, basszus, költöttem 1000 forintot egy hónapban rágóra, és akkor mondjuk nem feltétlen kéne ennyit költenem, lejjebb veszük az összeget. Ez most csak egy példa volt. Most hát igazából ennyi is lett volna ez a videó, igazából annyira szántam csak ezt, hogy fölnyissem a szemeteket, hogyha abban gondolkodtok, hogy egyedül akartok élni, de nem tudjátok, hogy ez mivel jár, vagy esetleg nem tudjátok, hogy hogyan kezdjétek el, mármint anyagiak szempontjából, akkor jó, hogyha ezekkel tisztában vagytok. Nos, hát remélem, hogy hasznosnak találtátok, és remélem, hogy segíteni tudok ezzel is. Én most is, ahogy mindig, köszönöm a megtisztelő figyelmet, találkozunk jövő héten. Sziasztok!